50 méteres távolságra repülnek a nyílveszők a céltáblába az alsónyéki gyakorlópályán. Kollár Andor ifjúsági parasportoló edz éppen a jövő hétvégén megrendezésre kerülő országos kvalifikációs bajnokságra. A mostanra már kamasszá cseperedett Andor 2018-ban szenvedett közúti balesetet, aminek következményeként amputálni kellett a bal lábát combközép felett, de ez sem tántorította el attól, hogy az általa annyira szeretett sportot kitartóan és eredményesen űzze a továbbiakban is. Hát a mozgás az teljesen megváltozott, mert ugye nem tudok már támaszkodni két lábra, hanem most egy háromlábú széken ülök, és akkor... Hát ugye a mozgáson az egész lövési ciklusom megváltozott, és teljesen új van. A jövő évi tervek között szerepel, hogy nemzetközi versenyeken is megmérettesse magát a fiatal sportoló. Ehhez minden segítséget megkap az edzőjétől és a családjától is. Igazából ennek most lesz itt egy fordulója, a CEC utolsó fordulója az most lesz szeptember 3-án Budapesten, ez egy nemzetközi verseny. Erre az Andor is felnevezett már. Úgyhogy itt már azért megpróbáljuk, hogy milyen egy népesebb mezőnybe lőni. Ugye ő épekkel versenyzik, úgyhogy készülünk a külföldi versenyekre, és akkor nyilván neki kell majd egy kvalifikációs szintet lőni ahhoz, hogy ő tovább mehessen. Andor igazi célja az, hogy kijusson a 2024-ben megrendezésre kerülő paralimpiára, és olimpikon lehessen. Ehhez viszont időt és energiát nem sajnálva gyakorolni kell. Heti 6-szor itt alsónyéken, 2 hetente hétvégén pedig edző segítségével Pesten tréningezik.